ebben a szervezetben több olyan ember van, meg van, aki hát különleges képességekkel rendelkezik. És ezeket úgy hívjuk, hogy szellemi képességek. Tehát az alapvetően a szellemi képességek azok nem kézzelfoghatók. Hát a tudásod, maga a tudás sem kézzelfogható. Nem? Próbáld már kézzel fogni a gondolataidat. Nem tudod? Tehát naponta csinálsz olyan dolgokat, te saját magad, amit nem látsz, érted? A gondolataidat sem látod. Vagy a gondolataidat nem látja más, és mégis létezik. Tehát olyan dolgot próbálsz megkérdőjelezni, amit napi szinten csinálsz. Érted? Mert ugye sok ember azt mondja, hát hiszem, ha látom. Aha, és a gondolataidat látod? Más gondolataidat látod? Ja, és akkor nem látod, akkor az nem is létezik. Gondolkozz már egy kicsit. Napi szinten művelsz olyan dolgokat, amit nem látsz, de tudod, hogy van. Tudod, hogy létezik. Érted? És ugyanehhez a világhoz, ami a gondolatok társulnak, mondom, nem lennének gondolataid, ha nem lenne benned egy igen fejlett energialény, amely gyakorlatilag azonos azokkal a lényekkel, akiket úgy hívunk, hogy teremtő, vagy teremtők, vagy Isten. Azonos. Tehát ugyanúgy, ha mondjuk kilépnél a testedből, mint lélek, mert ezt meg lehet tanulni, és ki lehet lépni az embernek a saját testéből, az életében, nem a halála után, vagy a halálával, hanem még az életében. Akkor az, hogy te kiléptél a testedből, senki nem látnád, de te látnál mindent, és a saját testedet is látnád kívülről, érted? És senki nem látna téged. Ha csak nem valakinek van olyan képessége, hogy látja a szellem lényeket, mert ez is egy képesség. Lehet, hogy akkor azt mondom, ó, hát akkor meggyőződnék róla. Miért a gondolataid, akkor arról nem tudsz meggyőződni? Tehát a gondolatainkat maga ez a szellem lény produkálja. Érted? Nem a tested produkálja. A tested nem tud gondolatokat produkálni. A testednek köze nincs a gondolatokhoz. A tested csak egy olyan fajta működő biológia, érted, mint az állatoknál, hogy amit megtanult, azt tudja csinálni, vagy ami az ösztönöibe benne van, azt tudja csinálni. És a testünk ugyanez. Amit az ösztöneinkben benne van, meg amit megtanultunk, azt tudja csinálni a test gondolatok nélkül. Most gondold végig, neked melyik a jobb az, hogy nem hiszel ilyenekben, mert nem győződtél meg róla, pedig a gondolataidról meggyőződtél. Még egyszer mondom. Vagy pedig az a jobb, hogy van egy olyan értelmes lény benned, amely halhatatlan. És egy kicsit többet tudnál erről az értelmes lényről, például olyat, hogy maga ez a szellemlény, ez miért van itt? Benne a testedben. Ugye, mert első kérdés lehet, hogy ez lenne. Ez nagyon egyszerű. Azért, mert bevállalt dolgokat. Érted? Tehát nem véletlenül van a te testedben a te szellemlényed, a te lelked. Hanem mert leszületésed előtt, illetve bocsánat, fogantatásod előtt bevállalt dolgokat. Melyik családba fog születni? Te vállaltad be a szüleidet. Oké? Az, hogy mikor fogsz megszületni. Milyen élethelyzeteket kell megélned. Kivel fogsz találkozni.
hogy kellene vele működni, érted? Ezt mind bevállaltad. Az, hogy mit kellene teljesítened az életedben, ezt mind bevállaltad. Most gondold végig, hogyha az ember tudhatna olyat, hogy miket vállaltál be, ezt egyébként meg lehet tudni, bárkinek meg tudom mondani, hogy miket vállalt be. Bárkinek. Lényeg az, hogy ha tudod, melyik a jobb? Az, hogy ilyenekben nem hiszel? Vagy az, hogy te is megtanulhatsz ilyen dolgokat? Melyik a jobb? Hát ha azt akarod, hogy te nem hiszel ilyen dolgokban, nem akarsz tudni ilyen dolgokról, felőlem, nekem aztán tök minden. Oké? Gondold végig, melyik a jobb? Hát nyilván én úgy voltam ezzel a kérdéssel, hogy amit meg lehet tanulni az ember és az élet működéséről, ma az engem érdekel. Érted? És amit tudnak küldeni információkat nekem ezekről, az is érdekel. Hát ugye van olyan képességem, hogy mondjuk olvasok valamit, és akkor kiegészítik információkkal a fentiek. És nem halandzsával, nehogy azt hitt, hanem tényekkel. Vagy például olvasok olyan dolgokat, amit ugye a legtöbb ember nem ért. Én ezt meg tudom érteni, nem más nyelven van írva, mert más nyelvről nem szól a történet, hanem a saját nyelvünket. És én ezt meg tudom érteni, és át tudom idézőbe fordítani értelmes kifejezésekre. Tehát, hogy megértsék az emberek. Vagy például tartok egy előadást, és tartok egy témában előadást, és fogják és küldik, elkezdik küldeni az információt hozzá, előadás közben. És akkor én mondom az információt. Vagy például az ember és az élet működéséről előadás közben fölmerül egy kérdésed, és tőlem előadás közben megkapod a választ. Na, erre hagyják gombot. Oké? Na, és ez nem nagy képűség, ez így van. Folyamatosan számoltak be ilyen dolgokról a tanulók, hogy az élet vagy az ember működésével személyesen, az ő életében nyilván, fölmerült egy kérdés, föltette ott gondolatban az előadás közben, és mire véget ért az előadás, megkapta a választ. És erről gyakorlatilag szinte mindenki egy idő után beszámol. Érted, mikor találkozunk? Ez mi, ha nem valami olyan képesség, ami több, mint a többieknek? Na most, de ugye nekem miért én kaptam ezeket a képességeket? Én ebben sosem fogok visszaélni. Érted? Azért kaptam ezeket a képességeket, mert átmentem a próbákon. Érted? Mert kaptam olyan próbákat, amit te soha életben nem kaptál. És ne is kapj, azt kívánom neked természetesen. Oké? Okay?